Napjainkban talán ismét egyre helyén valóbb az az állítás, mely szerint választást kell nyerni, nem pedig közvéleménykutatást. Ugyanakkor a voksolás minden bizonnyal 2018 tavaszán lesz hazánkban, addig viszont érkeznek a párt preferenciák, valamint a mérések, melyekből talán hétről hétre egyre nehezebb kiigazodni. Míg egészen mostanáig a Fidesz támogatottsága töretlennek bizonyult a nagy közvéleménykutató cégek méréseiben, és ebben jelzem egyetértés volt a baloldali vagy a kormánypárti intézetek között, addig a kormányzat kommunikációja, valamint végrehajtott cselekedetei közel sem nyerik el ennyire a választók tetszését. A vonalban itt van Nagy Attila Tibor, politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az adatok előtt hadd kérjek én is egy kis elemzést. Mennyiben hihetünk ezeknek a méréseknek, amikor is mondjuk azt a két adatot látjuk, hogy torony magasan vezet a kormánypárt, mellette pedig azt, hogy az emberek többsége szerint nem mennek jó irányba a dolgok Magyarországon. A 2014-es vagy a 2010-es tapasztalatok szerint nagyjából hihetünk ezeknek a közvéleménykutatásoknak, tehát én nagyon jól emlékszem arra, hogy 14-es választások előtt is, főleg baloldalon már jó előre megkérdőjelezték a közvéleménykutató cégek adatait, hogy hát nem képesek a rejtőzködő baloldali szavazókat beépíteni az adatokba, hogy sokkal több erejük van az ellenzéki pártoknak, sőt, voltak olyan vélemények is, amelyek szerint manipulálnak egyes közvéleménykutató cégek. Ehhez képest nem tévedtek olyan sokat a cégek, legalábbis abban feltétlenül nem, hogy a Fidesz jelentős fölénnyel vezette akkor is a közvéleménykutatási eredményeket, és bizony meg is nyerte a választásokat. Elnézést, hogy felbeszakítom, néhány héttel ezelőtt volt egy érdekes mérése a Nézőpontnak, ami gyakorlatilag még egy kormánypártinak nevezett, most már végképp az televízió stúdiójában is meglepetést keltett egy adott fizetes politikusnak. Ezzel együtt persze, tehát a Trump jelenség például mutatja azt, hogy vagy akár a Brexit népszavazás, hogy nem tévedhetetlenek a közvéleménykutatási adatok, ezek egy adott pillanat felvételt jeleznek. Én nem tartom kizártnak, hogy bizonyos tévedés, mondjuk néhány százalékponnyi tévedés becsúszhat, de nem gondolom, hogy alaptendenciájában tévednének, és gyakorlatilag mindegyik közvéleménykutató cég egyértelmű Fidesz vezetést vetít előre. A Republikon intézet novemberi felméréséből emellett azért az derül ki, hogy jelentős mértékben, mintegy 7%-kal csökkent a kormánypárt támogatóinak aránya, pontosabban ugye úgy hangzik, hogy a Fidesz kormányzásának folytatását támogatók aránya, miközben őt a Jobbik, illetve egy baloldali liberális kormánykoalíciót preferálók aránya. Minek tudható ez be ön szerint, a sikertelen népszavazásnak, vagy mondjuk az elmaradt alkotmánymódosításnak? Itt arról van szó, helyesen idézte, hogy a Fidesz kormány folytatását, illetve a Fidesz-KDNP koalíciónak, a úgynevezett koalíciónak a folytatásának az aránya csökkent 54-47%-ra, de hát ugye a szavazólapokon nem koalíciókra szavazunk, hanem pártokra. A pártokra adott szavazatok aránya pedig alig csökkent, még a Republikon szerint is, tehát mindössze most az történt, hogy 51%-ról csökkent 48%-ra, miközben korábban ugye 51%-ra ment fel a Fidesz támogatottsága. Én ezt egyelőre nem érzékelem olyan nagy visszaesésnek, és hát engem érdekelne az is, hogy majd a többi közvéleménykutató cégnél mi lesz az eredmény. Ráadásul itt még azt is figyelembe kell venni, hogy baloldali liberális koalíciót még mindig csak 28% támogatna, a Jobbik kormányzását pedig mindössze 20%. Tehát, hogyha így nézem az adatokat, még akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesz hát majdnem duplán vezet még a kormányra adott szavazatok tekintetében is, de annyiban egyetértek a kérdésben sugallt állítással, hogy viszonylag jelentős valóban azoknak a tábora, akik szerint nem jó irányban mennek a dolgok. A Medián is közé szokott tenni ilyen felméréseket, tehát én azt mondanám, hogy az ellenzék számára elvileg nyitna tér, nőne bőven fű, hiszen
Elég jelentős a szegénységben élőknek az aránya még mindig Magyarországon, még hogyha a statisztikai adatok szerint csökkent valamelyest ez a aránya, tehát még mindig nagyon sok embert meg lehetne elvileg nyerni az ellenzék számára, mert még bőven vannak olyan emberek, akik elégedetlenek a saját helyzetükkel Magyarországon. Ehhez képest az ellenzék eredménye továbbra is elég sovány. Mennyiben sikerült ön szerint a nyugdíjasokat megnyerni most mondjuk a 10.000 forintos Erzsébet utalvánnyal, valamint a nyugdíj emeléssel, vagy mennyiben sikerült közülük veszteni Kósa Lajos kijelentésével, valamint a kézbesítési botránnyal? Én azt gondolom, hogy a kézbesítési botrány elég kellemetlen, azzal együtt nem véletlenül, hogy a kormány viszonylag gyorsan reagált, tehát nem hagyta, hogy hetekig vagy akár egy hétig erről folyjon a szó, hanem 2-3 nap alatt visszavonult, bár az nehezen érthető. Most meg lehet, hogy a postás társadalmat sikerül elveszteni a szavazóbázisból. Jó, de hát a nyugdíjas társadalom sokkal nagyobb, mint a postás társadalom. Én azt gondolom, végső soron az fog számítani, hogy a nyugdíjasok mégiscsak kézbe kapják valószínűleg ezt az Erzsébet utalványt. Tehát ez az, ami inkább számít, és hát nézze, Magyarországon a nyugdíjas társadalom nagyobb része, vagy legalább a fele 100.000 forint alatti összeget kap meg. Ez nem túl sok. Na most ehhez képest 10.000 forint is jelentős összegnek számít, és azt gondolom, hogy december végére a nyugdíjasok jelentős részénél az számít, hogy most kézben van-e ez az Erzsébet utalvány, el tudják-e költeni, és már kevésbé lesz érdekes a kézbesítési utalvány. Ez inkább a politika iránt napi szinten érdeklődő polgárok számára nagyon érdekes, de nemrég olvastam, hogy ezek aránya Magyarországon az összlakosságon belül mindössze 1/5. Magyarországon az emberek európai összehasonlításban is igen keveset érdeklődnek a politika iránt aktívan, tehát még a szomszédos országok jelentős részében is nagyobb az érdeklődés, úgyhogy az, hogy milyen kézbesítési probléma vetődött fel az Erzsébet utalványnál, az én azt állítom őket, hogy önnek, hogy ez a körülmény a magyar lakosság nagyobb részéhez egész egyszerűen nem jut el, vagy nem olyan nagy mértékben, mi, ahogy mi azt gondolnánk. A kormány eljut inkább az Erzsébet utalvány eljuttatása a nyugdíjasokhoz, ez jelentősebb. Világos. A kormány oldalhoz igen közel álló Nézőpont intézet elemzője Mráz Ágoston Sámuel a ma megjelent heti válaszban azt állítja, hogy szerint a jelenlegi állás szerint, ha nézzük a párt preferenciákat meg a kormányzati teljesítményt, akkor a 2018-as választásokon az ellenzéknek legfeljebb 15 egyéni választókerületet sikerül majd megnyerni a 106-ból, pedig ahhoz, hogy ugye a Fidesznek ne legyen abszolút többsége, a kormánypártoknak 40-et kéne elveszteni. Van ennek a matematikának, vagy előrejelzésnek valóság alapja? Most 2016. december 8-án? Jó, hogy ezt említi, mert ezek a közvéleménykutatások nem mandátumbecslések, hanem a listás szavazatokat tartalmazzák. Tehát a most idézett Republikon intézetnél is ugye a listás szavazatok 48%-át kapná meg még egyébként mindig a Fidesz, és utána jön a Jobbik 21-jel és a MSZP 15%-kal. Tehát ez nem tartalmazza az egyéni választókerületeket, márpedig valóban az egyéni választókerületek döntően befolyásolják a parlament összetételét. Az, hogy most pontosan mennyit kellene veszíteni a Fidesznek, ezt elég nehéz megmondani, mert ez attól is függ, hogy hány listás szavazatot kap, mekkora a listás mandátumoknak az aránya. Én azért azt állítom, hogy jelentős mennyiségű egyéni választókerületeket kell majd megnyerni az ellenzéknek abban az esetben, ha egyáltalán labdába akar rúgni. Mostanában azt figyeljük meg, hogy az egyéni választókerületi mandátumokban a Fidesz meglehetősen jól tud szerepelni. Tehát akár a 10-es, akár a 2014-es választásoknál is azt láttuk, hogy kiemelkedően jól szerepelt a Fidesz. Annak idején 2010-ben csak 2 vagy 3 egyéni választókerületet vesztett el a Fidesz, 14-ben valamivel többet.
Úgyhogy itt a baloldalnak jócskán össze kell szednie magát, és itt jön be, hogy az egyéni választókerületekben helyi szinten a baloldal struktúrája milyen, mennyire tud beágyazódni a helyi társadalomban, mennyire vannak kiépítve a helyi szervezetek, és mely baloldali szervezetnek, vagy a Jobbiknak mennyire sikerült helyi szinten meggyökeresednie, mert hiszen ne felejtsük el, hogy támogatókat kell szerezni, aktivistákat, akik hajlandók ajánlóíveket gyűjteni, akik hajlandók kiállni a standoknál, tehát ez nagyon jelentős logisztikai csata lesz, és ez bizony az egyéni választókerületekben dől el, márpedig az egyéni választókerületekben nagyon sok múlik.